Képviselő úr, mire jó ez a vita hosszabbítás? Itt egész hajnalban itt ülnek, vitatkoznak. Frakcióvezető helyettes úr, összefoglalva. Hát pont arra jó, mint akár a hétfő estén. Egyrészt, hogy elmondják a véleményüket a törvényről, másrészt pedig arra, hogy ha minden jó megy, akkor a reggeli órákra tudjon kerülni néhány olyan törvényjavaslat, amiről talán jó lenne, hogyha a nyilvánosság is értesülne. Ilyen például a esztergomi államosítás, ugye, vagy a köznevelési törvény, aminek hívják most, illetve a felsőoktatási törvény. Ezen túlmenően én azt gondolom, hogy azért annak is lesz némi fogalatja, hogyha ezt a vitát nem tudják máshogy lezárni, csak erővel, és a fideszes képviselőknek akár vidékről is vissza kell jönniük, akkor talán egy picit üzenet lesz az embereknek is, hogy leginkább a Fidesznek, de a közvéleménynek is, hogy ha már a fideszes többség 5 napos ülésnapokat rendel, üléseteket rendel el, akkor az bizony azzal jár, hogy be kell járni a parlamentbe. A társadalomnak a véleményét ismételtem, és sokszor is elmondjuk a hatalom gyakorlóinak, hogy milyen mély ellenérzést vált ki a magyar társadalomban egy ilyen orwelli gondolatlendőségnek ráerőltetése a magyar állampolgárnak. Ott az emberek fölfogják egyáltalán ezt, hogy mi ez itt az a nagy testvér dolog? Hát én azt hiszem, hogy ettől semmivel nem lesz jobb a közbiztonság Borsod megyében. Hát én rákérdezek államtitkár úrra, hogy egyébként úgy gondolja, hogy igen. Egy szó, mint 100, hogy jó 50, majd 50 törvényjavaslatot tárgyalni meg 5 nap alatt, ami szerintem vállalhatatlan, mert olyan súlyú nem csak ez egyébként, hanem mondjuk majd mindegyik, hogy erre több időt kéne szánni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az éjszaka is fel fogja hívni a figyelmet, hogy ez a dömping, ez selejt jogalkotáshoz vezet, sok szempontból értelmetlen, és hát nagyon kíváncsi lennék, hogy a fideszes képviselők mit gondolnak erről, talán érdemes lenne őket is megkérdezni. De hát nem válaszolnak soha.